Homonnai Luca, felnőtt VB ezüstérmes, ötszörös ifjúsági világbajnok kajakos, 19 évesen is az egyik legnagyobb magyar tehetség, ám az utóbbi egy évben egy rejtélyes sérülés miatt abba kellett hagynia a lapátolást, a kezdeti depresszióból kilábalva, jelenleg konditeremben edz, fitness versenyeken indulna, de közben reménykedik, hogy a vízre is visszatérhet még majd bizonyítani. Rengeteg munka, és ahogy szoktak fogalmazni, tölteni kell a zsákot, amiből nyáron ki lehet venni az eredményeket. Ezt két ifjúsági VB arannyal a Tarsolyában 2015 nyara után mondta igencsak lelkesen az akkor 17 éves Homonnai Luca, aki azon a nyáron a háromszoros olimpiai bajnok Janics Natasával a milánói világbajnokságon ezüstérmet szerzett párosban. Olyan dolgot találtam az életemben, ami hátráltatta az eddigi eredményeimet, és ezek tudatában szeretném újra kezdeni. Ezt 2,5 évvel később mostani edzésén mondta. És ugyan a lelkesedés most is megvan, de a magyar sikersportág egyik legnagyobb tehetsége nagy utat járt be. Depressziós volt, utolérte a teljes összeomlás és megjárta az élsportolók poklát. Itt ekkor 2015 őszén kajakedzőjével, Kadler Viktorral készült Győrben, és egy Fazekas Zur Krisztinával közös amerikai edzőtábor előtt állt, ami azóta is élete élménye volt. Majd jött a felemásra sikerült 2016-os év, amikor is rossz irányt vettek a dolgok az első olimpiai válogatótól kezdve. Ez volt az olimpiai válogató éve, amire nagyon készültünk, tehát 200 méter volt a fő cél. A jó 200-as pályám az már kevésbé sikerült, tehát ott az életem egyik legrosszabb 200-a volt, valószínűleg túl izgultam, és végülis ott kezdődött egy ilyen fejben egy lefele ívelés nálam. A következő válogatóra már nagyon stresszes állapotban készült, nem nagyon tudott mit kezdeni a nyomással. Nekem volt egy ilyen félarcbénulásom, ami így az idegtől, a leterheléstől, mert akkorra már úgy voltam vele, hogy már mindenkitől rettegtem igazából a versenyeken, tehát hogy én már mindenre figyeltem, csak a versenyre nem. Majd újból visszakerült Janics Natasához, és együtt készültek. A háromszoros olimpiai bajnok pedig hatott Luca lelkére. Nekem ő pontosan emlékszek, verseny előtti napon, akkor 500-on indultam el a második válogatón, és nekem azt mondta, hogy ne foglalkozzak senkivel, csak menjek végig. És ez nekem akkor erőt adott, hogy ott egy nagyon jó pályát sikerült mennem 500-on. Sajnos ez nem volt elegendő ahhoz, hogy úgy döntsön a szövetség, hogy velem is kipróbálja a négyest. Ott harmadik lettem. Ezen emésztette magát, hogy mit rontott el, és így ment neki az ifjúsági VB-nek, ami jól sikerült, 3 aranyérmet hozott el Minskből. Végül is egy nagyon jó dolog volt, de ott már nagyon érződött rajtam, hogy nem az a régi Luca vagyok, hanem egy ilyen árnyéka vagyok is önmagamnak. Utána ősszel a Honvédnál Csipes Ferenc csapatában folytatta a kőkemény munkát, és az alapozás alatt egyre jobb állapotba került, mind fizikailag, mind pszichésen. Majd 2017 tavaszán a sevillai edzőtábor előtt elkezdődött Luca kálváriája. A jobb vállövem elzsibbadt, és úgy nem igazán tudom mozgatni. És utána én kiutaztam Sevillába, bár még akkor is éreztem, hogy nem tudom felemelni a jobb kezemet, tehát a fejem fölé. Utána így edzés közben kiderült, hogy a lapockám az egy ilyen 6 centire kiáll a hátamba, hogyha felemelem a kezemet, és azt hitték, végül is mindenki azt hitte, hogy ki van ugorva a helyére. Rögtön a gyúrótól kért segítséget, izomgörcse gyanakodtak, és még mindig nem tudta felemelni a karját. Hazautazott, több vizsgálat után megállapították, hogy valamilyen vírus okozott idegbénulást, és a pihentetés volt a gyógyír. Kiesett az edzés munkából, ez teljesen felőrölte Lucát. Elég nagy lelki traumát okozott, és ezután kezdődött ilyen depresszió, pánikbetegség, és utána jöttek még ilyen egyéb problémák, mint például a jobb karomban volt egy rész, ami lebénult, a bőr is. Ugyanez volt a gerincemben, az ízületeim fájtak borzasztóan, tehát így egy ilyen, hát leöregettem egy jó pár évet, tehát így lerobbantam. Elmondása szerint az edzés és a versenyzés kényszerű felhagyásával lelkileg teljesen összeomlott, hiszen ez a dolog egy 9 éves rutinból szakította ki. És innentől kezdve nem bírt kajakozó embert látni. Konkrétan rosszul lett, ha ez megtörtént.
és amíg teltek a keserves hónapok, ráébredt sok mindenre. Sokszor lehetett hallani és olvasni újságokban, hogy én ilyen elviselhetetlen vagyok, ilyen elviselhetetlen vagyok, vagy nehéz eset vagyok, ezt nagyon sokszor hangsúlyozták, és így később rájöttem, hogy ezt nagyon, nagyon rosszul tettem, hogy ezt hagytam. Emberileg végül is az jött le nagyon sokszor, hogy én most, bocsánat, hogy így fogom, de én egy szemétember vagyok, és ezt én nagyon sokszor megkaptam. És ezek visszaütöttek, amikor így belegondoltam, hogy úristen, én egy szemétember vagyok, akit nem lehet elviselni. Eddig voltak az eredményeim, ami mögé tudtam bújni, és ami miatt engem el kellett, hogy viseljenek az emberek, és most eltűntek az eredmények, és most én akkor már úgy tartottam, hogy nem is vagyok ember. Majd Luca még mélyebbre került, és kiderült, hogy pajzsmirigyaló működése és inzulin rezisztenciája van. Ezekre ma is gyógyszereket szed. Mivel mindig is pozitív szemléletű életigenlő volt, megtalálta a megoldást. Egy másik sportága, fitness segített neki végső elkeseredettségében. Tervben van, hogy bikini modell kategóriában induljon versenyeken. Teljesen össze volt törve lelkileg, teljesen ki volt borulva, tulajdonképpen szinte egy emberi roncs volt, és hát teljesen látszott, hogy másképp állt az egyik lapockája, tehát hogy a háta aszimmetrikus az izomzat rajta. A mozgatópályák sérültek, és ezt kellett regenerálni. Először olyan gyakorlatokat kezdtem el vele csináltatni, amelyeknél járulékos vagy segédizomként vesz részt a hát. Aztán utána, ahogy egyre jobban elkezdtük terhelni, lassan már a latissimusnak, a hátnak is adtunk egy kis terhelést, kis súlyokkal, itt is összetett gyakorlatokkal, hogy azért más izomcsoportok is levegyék a terhelést, és szépen lassan az izmok közös munkája során elkezdett visszajönni a hátnak a kiidegződése, úgyhogy a végén már tökéletesen húzózkodott, sőt már az egykezes húzózkodást is meg tudtuk próbálni. Ami a végső lökést és talán a legnagyobb lökést megadta, az pedig az, hogy elkezdtem Lacinál edzeni. Tehát, hogy nekem ez a csapat így olyan erőt adott, meg az, hogy amikor ide kerültem, akkor elkezdett javulni a hátam. És olyan szinten javult a hátam, hogy egy hónap múlva, mert így alig lehetett észrevenni. Azt, amit előtte 8 hónapig mindenki végigküzdött, gyúróktól kezdve, gyógytornászokon keresztül, már mindenki, és ezzel együtt a lelki dolgaim is felfele ívelően javultak. Januárban már újra vízre szállt, és az esetleges fitnessversenyzés mellett minden célját a visszatérés hatja át. Most vissza szeretnék menni kajakozni, és én úgy érzem, hogy akkor nagyon azt éreztem, hogy ez egy kicseszés az élettől. Tehát, hogy miért bánt ennyire az élet. Tehát, hogy én azt gondoltam, és most így utólag visszagondolva, talán ez egy ilyen nagyon nagy tanítás volt, mert annyi mindent kell máshogy csinálnom, ha visszamegyek. Alapból a hozzáállásomat szeretném megtartani, és minden más lecserélni. Erről Luca konkrétabbat nem szeretett volna mondani, inkább a terveit osztotta meg velünk. Evezni már idén el fog kezdeni, most éppen úgy tervezem, hogy ahol abba hagytam, Sevillába vissza szeretnék most menni. Ősztől már teljes mértékben vissza szeretnék állni a kajak felkészülésben, és utána jövőre pedig a versenyeken jól szerepelni, és minél jobban visszatérni.